DVTK Puskás Akadémia mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1 24. fordulójában. A piros-fehérek szempontjából nagyon fontos mérkőzés előtt tartott beharangozó tájékoztatón elhangzott, két rosszul sikerült mérkőzést követően kell a csapatnak helytállnia, pontokat szereznie, amire a vezetőedző szerint készen is állnak játékosai. A mérkőzést felvezető tájékoztatón egy új támogatót is bejelentett a klub. Kersner Ferenc, a miskolci likörgyár vezérigazgatója, és Balogh Sándor, a DVTK marketing vezetője jelentette be, hogy a labdarúgókkal már eddig is meglévő remek együttműködést terjesztették ki a kosárlabda és jégkorong sportágokra, valamint a regionálisan együttműködő partnerekre is. Ezek után pedig Fernando Fernández vette át a szót, és többek között arról beszélt, hogy a 12 bekapott gól után változtatnia, módosítania kell egy vezetőedzőnek, és nem csak az eltiltottak miatt. De az ilyen vereségek után sem csak a védelem, hanem az egész csapat érintett, ha a hibák okait keressük. Az egész csapat nagyon jól dolgozott a héten, bár nagyon nehéz két mérkőzésen vagyunk túl, de minden szempontból rendben van a keret, jó állapotban leszünk a szombati bajnokira. Lesznek változások majd a kezdőben, de akik ott lesznek a pályán, azok a játékosok remek állapotban garantáltan 100%-ot adnak majd ki a Puskás Akadémia ellen. Hangzottak a vezetőedző gondolatai. A szakvezető elmondta még, hogy amióta ellenfelükhöz új vezetőedző érkezett, több munkát tesznek bele egy-egy mérkőzésbe. Labdaszerzés után szinte azonnal a mélységből érkező labdákkal próbálják a beinduló társakat megjátszani. A DVTK-ban Makrai és Ivánka továbbra is sérült, de Forgács és Tóth Barna szinte már bevethető. Ami viszont biztos, hogy sem Karan, sem Brikovics nem léphet majd pályára eltiltása miatt a szombaton 17 órakor kezdődő DVTK Puskás Akadémia mérkőzésen. A nőnapokán a hölgyek ingyen tekinthetik meg a találkozót. A belépővel rendelkezők szintén ingyen vehetik igénybe a stadionig a tömegközlekedési eszközöket.